Mintegy 250 adag meleg ételt osztott ki szombaton a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rászorulók között az Újgyűri főtéren. A karácsonyi gyertyaláng elnevezésű jótékonysági program részeként a következő hetekben még 6 alkalommal szerveznek étel- és ruhaosztást, így összesen 2500 adag meleg étellel segítik a nélkülözőket. 15 kiló húst szeleteltünk fel, 20 kiló krumplit, 10 kiló hagymát, zöldségeket. Két nagy üstben főtt a babgulyás. Szombaton a Roma Nemzetiségi Önkormányzat meleg ebéddel várta a rászorulókat az Újgyűri főtéren. Jó szívűek, rendesek. Sajnálják a haléktalanok, meg jó szívűek. Jó étvágyat kívánunk! Mintegy 250 adag levessel készültek a szervezők. Az ételosztás a karácsonyi gyertyaláng elnevezésű egy hónapig tartó jótékonysági akció része volt. A cigány önkormányzat mindig is a szívén viselte azoknak az embereknek a sorsát, akik az utcán élnek, szegénységben vannak, és mindig arra törekedett, hogy valamilyen úton, módon segítséget tudjon nyújtani ezeknek az embereknek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatot többek között az Üdv Hadsereg is támogatja. Úgy döntöttünk, hogy akkor 4 ételosztásban fogjuk támogatni az ő munkájukat, és hát természetesen a gyülekezetből is jöttek segítők, és együtt közösen fogjuk ezeket az ételosztásokat véghez vinni. Étel- és ruhaosztást karácsony előtt egy nappal is tartottak. A következő hetekben még 6-ot terveznek, főleg az Újgyűri főtéren, de az Üdv Hadsereg Miskolci székhelyén és az Avason is lesz egy-egy jótékonysági akció.